Kerékpárra és rollerre pattantak a kakasdiak az új bicikli útjuk átadóját követően. Rengetegen szelték keresztül a most átadott szép tölgyesig vezető közel 800 méteres szakaszt. Én itt voltam először, szerintem nagyon jó, mert kim vagyunk a levegőn, és akkor sportolunk is, mert... Ja, sétálni kell. A szakasz nemrégen készült el az átadásra, pedig most került sor, így a helyiek már gyakorta használhatják azt, és bizony sokan is tesznek így. 2022-ben már használhatóvá vált, kakasdiaknak egy ilyen szemléletformáló akció keretében ezt át is adtuk, azonban további munkálatok voltak a pályázattal, egy ellenőrzés is kapcsolódott hozzá, ahol természetesen mindent rendben találtak, és ezen a napon ma ezt szerettük volna itt megünnepelni ennek lezárásával. A kerékpárúthoz szükséges forrás közel teljes egészét egy topos pályázaton nyerte a település. Az önkormányzatnak így mindössze nem alig 2 millió forintot kellett hozzátennie a beruházás költségeihez. Egy több mint 2 kilométeres kerékpáros hosszról beszélünk. Ennek része egy kerékpárút, 782 méteres, ahol vízzel vezető árok van végig, és a hatos út mentén kapcsolja össze Kakasdot a széptölgyesi település résszel, és két darab áteresz is megépült. Valamint a már meglévő belterületi kerékpáros sávot kapcsoltuk össze kerékpáros nyomvonal kijelöléssel, ahol a közvilágítás bővítése megtörtént, kandeláberekkel és lámpatestekkel. És a már említett meglévő belterületi kerékpáros sávhoz további kerékpáros nyomvonal kijelölése történt a Kakasd központjában. A szakasz tehát a már most is működő biciklisávra fut rá, ami keresztül halad a falun. És bízunk benne, hogy ez a kis hossz, ami számunkra nagy jelentőséggel bír, egyszer bekapcsolható majd egy olyan országos, megyei járási kerékpárhálózati fejlesztésbe, hogy ez a kis szakasz annak része lehet. Az átadón Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a tervek már készen vannak ahhoz, hogy Kakasdot kerékpárutakkal, a szomszédos Szekszárddal és Bonyháddal is összekössék. Több tervünk készült arra vonatkozólag, hogy hogyan lehetne a megye településeit így összekötni, a már meglévő kerékpárutak, illetve a majdnem megvalósulókat. A szervezők kürtös kaláccsal kedveskedtek azoknak, akik az átadót követően végigmentek az új kerékpárúton.